Sziasztok, Enikő vagyok, és bemutatom most az első kedvences videóban, hogy mik váltak be ebbe a hónapban nagyon, mikhez nyúltam legszívesebben, illetve megmutatom azokat a termékeket, amiket le kéne húzni a vízén. Nos, kezdem először is az arcápolási termékekkel. A legnagyobb kedvencem ebben a hónapban az a rizses, barna rizses kollagénes maszk volt, ami a Mimi Boxban lapult, ami egy koreai szépségdoboz. Majd az infoboxba le fogom tenni, hogy mit írtam erről a Mimi Boxról, illetve mit írtam erről a termékről. Hát hihetetlen, egy csoda. Egy ilyen papírmaszk van átítatva ezzel a rizses és kollagénes cuccal. Ezt kell ráhelyezni az arcunkra. És valami csodálatosan kisimítja 20 perc alatt a ráncokat. Szerintem ezen a videón is látszik, hogy itt azért vannak ilyen durvább... Na, a technika. Amúgy az öcsém szobájába veszem fel a videót, ez hozzátartozik a dologhoz, mert nálam nincsen elég fény, úgyhogy most itt vagyok kénytelen, úgyhogy így a sok technikai kütyű az lehet, hogy be fog hallatszani a videóba. Na, de térjünk vissza. Szóval kisimítja még ezt a haragudós ráncomat is, amit én nagyon utálok, és 4 napig vissza se jött. Tehát, mintha legalábbis egy botox feltöltésen jártam volna, szóval nem csodálatos volt. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, eBay-ről meg lehet rendelni, majd őt is lerakom, hogy honnan lehet beszerezni ezt a maszkot eBay-en. A következő, ami még mindig a Mimi Boxban volt, és valami csodálatosan szeretem, ez a Galacto Micellás. Hát ez egy... Először azt hittem, hogy micellás víz, ugye úgy is néz ki, egy ilyen átlátszó folyadék. De nem igazán az, hanem ebből pár cseppet el kell oszlatni az arcbőrön, és ez beissza az arc. Igazából ez egy ilyen vízbe áztatott élesztőszerűség, ami totál szépé teszi a bőrt. Tehát ruganyosabb és szeptül az arcbőr, és én ezt minden nap legalább egyszer használom, és alig fogyott belőle, mint ahogy remélem látszik. Szóval én őt nagyon szeretem. Ő is megy az infoboxba. Hát, mivel a micellás vizek azok ugye nagy slágerek, na hát én nekem még a Pixi Boxból megmaradt La Roche-Posay-t tudom bemutatni, mint kedvencemet. Kipróbáltam már nagyon sok micellás vizet, ugye a blogba is írkáltunk róla, majd ezek szintén mennek az infoboxba, de nekem ő a nagy kedvencem, a La Roche-Posay-nak a micellás vize. Szerintem a legtökéletesebben ő tisztít, és ő nem hagy maga után ragacsos érzetet, úgyhogy őt nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Egyetlen hibája van, hogy drága, de hát az arcunkért mindent, és a bőrünkért mindent. Ami még ilyen víz, az a Visinek a termálvíze. Nos, hát nekem ez egy csoda, tehát én nyáron nem szeretem igazán hidratálni a bőrömet, mert alapból rendben van, és ugye az izzadás, alapból csillogunk, attól sok hidratálás ilyenkor, pedig tudom, hogy kéne, de ilyenkor annyira nem, inkább a gélesebb állagú krémek felé húzok. Nos, mostanában leginkább őt használtam, mint hidratálást. Amúgy egy nagyon speciális termálvízről van szó, ami tényleg táplálja a bőrt, és tényleg tökre felhevő testemet is lehűti, és teljesen szépé tesz, úgyhogy ajánlom, hogy próbáljátok ki, hogyha van rá lehetőségetek, illetve nem is egy nagy beruházás, mert nem is olyan drága. Amúgy meg lehet olcsóbban rendelni ezt a visionline.hu-ról, úgyhogy őt ajánlom, hogy webáruházként onnan rendelve mindig vannak fantasztikus akcióik, majd őt is leteszem az infoboxba, most egy nagyon bő infoboxunk lesz, illetve amit róla írtunk tesztet, Gina is kipróbálta, és én is, úgyhogy kettőnknek a véleményét tudjátok majd elolvasni. Mivel arckrémet azért kell használnom, megtaláltam a tökéletes nyári, illetve olyan arckrémet, ami tök jól regenerálja a bőrömet, ő lenne az. Ő a Tradition and Sins, vagy valami ilyesminek mondják. Bocs, még mindig szar az angolom. Szóval ő egy olajmentes krém, ami egy ilyen tökre gíles állagú krém, és totál jó szaga van. Tehát olyan szaga van, mintha a jódba szagolnék bele, és nagyon jó.
rendbe teszi a problémás bőrt, illetve az érzékeny bőrre ajánlott kifejezetten körömvirág és kamilla kivonatot tartalmaz, és abszolút az irritált bőrre a legjobb. Tehát én pattanásokra, sebekre, mindenre rákentem, leégésre, és csodás. Tehát tényleg ez szuper. Őt pedig a szépségbolt.hu-ról tudjátok megrendelni, és ez a termékcsalád még több társal együtt működik. Gina próbált tőlük egy balzsamot, ami szintén nagyon szuperül szerepelt, úgyhogy ezt a két terméket is le fogom tenni, illetve a szépségboltnak az elérhetőségét is az infoboxba. Még egy arclemosót mutatok, bár ő lehet, hogy korábban kellett volna így a sorrend, de ezt nem nagyon tartottam be. Szóval a Laros Poszénak ez a habzó arctisztítója. Nos, én micellás vízpárti vagyok, de ő nagyon jó kiegészítés. Amit a micellás víz felhagyott, azt én még ővel át szoktam mosni. Igazából olyan, mint a borotva hab. Na most egy kis teszt. Szóval, na, hoppá! Szóval kilőttem, igen? Szóval olyan, mint a borotva hab, őt kell eloszlatnunk a bőrünkön, ezt a kis habot. És tényleg nagyon szépen tisztít, amúgy ilyen szappanossá válik a kezünkön, és csodálatosan leszed mindent, és könnyű lemosni, tehát már ezért megéri. Most áttérek a sminkekre. Igazából két sminkter, vagy egy sminktermék, ami megragadott most ebben a hónapban nagyon, ez pedig a Sleeknek a két végű szemöldök ceruzája. Ilyen az egyik vége, és ilyen a másik, amivel el lehet dolgozni. Hát én eddig nem voltam szemöldök ceruzás, hanem szemöldök poros voltam. De ez a sleek ceruza, ez tényleg egy zseniálisan jól működő dolog. Most is azzal van megcsinálva a szemöldököm, aminek a formája nem fantasztikus most, de a üvele van kiemelve, és tényleg szerintem nagyon szép természetes hatást lehet elérni, és ilyenkor nyáron még lehet, hogy egyébként tartósabb is. Tehát még nem tudtam eldönteni, hogy mit szeretek jobban, a port vagy ezt a ceruzát, szerintem mind a kettő zseniális. Körömlakot mutatok még nektek, ami meg ragadott. Ez egy fedőlak inkább szerintem. Ez a Rose Nail 18 millis kis körömlak. Amúgy 270 forintért vettem, szóval bagatel ár. Nem tudom, hogy hol lehet kapni nálunk a kisboltba. És ilyen nagy csillámok vannak benne, különböző színbe. Remélem, egy kicsit ráfókuszál ez a kamera, és valamit láttok belőle. Szóval ilyen nagy csillámok vannak róla, akarok még egy tesztet írni, mert tényleg jól is bírja, tök sok réteget elbír a körmömön, és nagyon gyorsan szárad, tehát szép, csodás körmöket kapunk, úgyhogy jönnek én most a szívem csücske. És most mutatok egy smink eszközt, mindig ecseteket szoktunk mutogatni, nos, bemutatom a Beauty Blendert, ami egy smink szivacs, egy professzionális smink szivacs, ugyanis nem csak alapozót lehet felvinni vele, de kontúrozni, korrektorozni, illetve akár szemet festeni is lehet. Ő egy ilyen kis dobozkában érkezett hozzánk, a szépleszel.hu webáruházon meg tudjátok venni, majd leteszem az infoboxba az adatokat, illetve fog futni a szépleszel.hu webáruházra egy sminkes játékunk is, úgyhogy érdemes minket követni és nevezni, mert ezt a tündéri beauty blendert is meg tudjátok nyerni, illetve egy csodás ajándékcsomagokkal gazdagodhattok. Na, szóval térünk vissza. Szóval ő egy beauty blender, és ez a beauty blender, az, hát én alapozásra használom, az a fantasztikus benne, hogy iszonyú vékonyan viszi fel az alapozót, ettől függetlenül szépen fed és szépen építhető vele az alapozás, de nem ül bele így a ráncokba. Emellett ugye higiénikusabb, mert tökéletesen ki lehet a blender tisztító folyadékkal tisztítani, latex és illatanyagmentes, emellett tök cuki a formája, és hát tényleg csak szuperlatívuszokban vagyok képes beszélni róla, pedig én eddig elkötelezett ecsetpárti voltam, de megtört a jég, és tényleg szívből ajánlom mindenkinek, mert egy zseniális kis találmány. Be kell vizezni, úgy kigyomkodni belőle a vizet, akkor kétszeresére megdagad, amit ugye szeretünk, ha valami kétszeresére megdagad.
És utána már alapozó rá, tehát nem a kezünkre kell, mint az ecsetnél, hogy a kézről vesszük fel az alapozót és úgy, hanem a blenderre simán mehet az alapozó, és szépen beleütögetve vagy széthúzgálva egy nagyon egyenletes, csíkmentes alapozást tudunk kapni. Na jó, most, hogy ennyit beszéltem róla, majd még beteszem a videóba az összes tudnivalót róla, mert tényleg ajánlani tudom. Tehát ez az, amit tényleg szívből tudok mindenkinek ajánlani. Egyedül ugye az ára, ami egy kicsit húzósabb, de rengeteg alapozót megspórol, ugye azért, mert vékonyan viszi fel is egyenletesen, és ugye nem kell, mint az ecsetnél a kezünkre is rányomni, ott is marad, szóval egy alapozó takarékos megoldás. Na, még van egy kedvencem, ő így kilóg a sorból, de így az egészséghez kapcsolódik. Ez a vitin nevezetű vitamin, és van benne cink, ez a fogény egészségéért van. Ez egy étrendkiegészítő kapszula. Nos, hát tudni kell rólam, hogy iszonyúan sorvad az ínyem. Családi vonás, én is megörököltem, rengeteget szenvedek a vérző íntől, reklámot ugye ismeritek. Na, nekem ez van, és keresem a megoldást a mai napig, hogy mit tehetnék ellene, mert hát nem akarom, hogy későbbiekben ebből gáz legyen. És hát a fogam az nekem be volt szabályozva tini koromban, hát szétcsúszott. Tehát attól van nekem hízag, amit nagyon szégyellek, és nagyon rossz érzés, de próbálok ellene tenni, hogy amelyik lehet, azt mentsünk, és ne csúszkáljanak tovább a fogaim, illetve az ínyem ne vérezzen, úgyhogy amióta őt szedem, azóta lekopogom, de nem vérzik az ínyem, és semmi kellemetlen tapasztalatom nincs vele kapcsolatban, úgyhogy köszönöm Vitin, és köszönöm gyógyszertáros fiú, hogy ezt ajánlottad, és ajánlom mindenkinek, hogy szedje. Emellett ezt még megmutatom, mert ez érdekelni fog titeket is, és kinyomom most az estit, mert reggel este szedem. Nos, szóval ő a kicsike. Annyira gyönyörű színei vannak ennek a kapszulának, amit még én soha a büdös életben nem láttam semminél. Szóval imádom tényleg, és hajrá lányok. Akinek ilyen problémája van, az vegye meg. És ami még kedvenc, na most egy kicsit húzódok. Ami még kedvenc ebben a hónapban, az ő, ez a csodálatos fehér táska, remélem, hogy tökre látszik, szóval ő még a nagy kedvencem. Ugye cuki szegecsek, fehér, nagyon nőci, és a formája is, Ázsia Center a fellelhetősége. Én lealkudtam 4000 forintra, úgyhogy az Ázsiában lehet alkudni, úgyhogy őt imádom, és festest hordom. Vettem egy cipőt, az első brutál magas sarkú cipőmet is beszereztem, hoppá, és beleakadt a nyakán. Szóval az első brutál magasságú cipőmet a Deichmannnak, az akciójának a keretében beszereztem. Ő a kicsikém, szerintem gyönyörű. Egy nude csoda Golden Rose kiegészítésekkel. Vettem még a Tesco-ba még egy cipellőt, ő lenne a másik, ő egy gyógypapucs, ami végre olyan divatunk van, lányok, ami egészséges, kényelmes és hordható. Oké, hogy egy kicsit csúnyácska a dolog, de most az egyszer lovagoljuk meg ezt a divatot, mert érdemes. És ha beszerezzük, még lehet, hogy évek múltán is tudjuk ezeket hordani. Úgyhogy őt vettem meg 3000 forintért. Tök jó, nagyon cuki. Szóval ő az a királykék. És van egy kedvenc nyakláncom, ő pedig EB-ről való, és már láthattátok az outfitben, az egyikben, majd beteszem őt is. Lentre egy ilyen cowgirl-os outfitben szerepelt ez a bikafej, csontváz, hát ön elvont, mint én. Na, és gyorsan áttérek, mert tényleg szalad az idő, gondolom, már megint egy über hosszú videót készítettem, amiket nem szeretek. És nem vált be. Nos, először is ő lenne az Essence-nek a pirosító stiftje. Én hittem benne, kitekerjük, hús, kis eldolgozás kép. Na, hát ez a hús, ez így darabosan felül az arcodra, eldolgozni, hát ha masszírozgatod, bele tudod dolgozni, de amúgy csillog utána, mint Salamon töke.
Úgyhogy nem ajánlom. Szerintem már ki is mondta az Essence, tehát ez egy kifutó, olcsó termék volt, de tényleg nem ajánlom, mert nagyon szar. Van még egy szempilla spirál, ez a Lovely-nak a Fals Lashes szempilla spirálja, tehát ez egy műszempilla hatást ígérő szempilla spirál, ez eddig jó, tök olcsó, 600 forint körül van, ez is nagyon jó. És ezután a kefije is egészen vonzó, kis dús szempillákat hinnénk mögötte. Na hát, én először felkentem a már fönnlévő szempilla spirálomra, miután megvettem. Hú, nem rossz. Felkentem aztán magába. Hát egy borzalom. Szóval igazából 4-5 rétegben is olyan, mint egy réteget vinnék fel más szempilla spirálokból, úgyhogy 600 forintot kidobtam. Sajnos. Nem jó. Pedig a Lovely termékek közt nagyon sok jó dolog van, hát én nem az. Szintén vettem egy Essence terméket, ez a gélállagú szemhítus, ugye tudjuk, könnyű vele dolgozni, könnyű javítani, stb. Én mondjuk a kemény hegyű szemhítusokra szavazok, de hát próbáljuk ki, egyszer élünk. Nos hát, egy hét után beszáradt, pedig bezártam rendesen. Hát szerintem, nem tudom, remélem látszik, de szerintem ez halálgáz. És ráadásul lejön nagyon gyorsan, nekem el is kenődött, szóval ő is kuka sajnos, főleg, hogy beszáradt. Szóval, viszont az ecsetét megvettem, az tök jó, tehát azzal lehet dolgozni, szép vékony vonalakat húzni. És még van egy olyan dolog, ami már régóta megvan, szemhépúdereket gyűjtem, na hát ő a Rimmel Londonnak az egyik a 450-es árnyalatú monó szemhépúdere. Tök jó királykék színe van, zseniális a színe is, és nem fog. Fog, csak 60 rétegben és halványkéket. Kérdem én, akkor ez mire jó? Tehát, ha babakéket akarok, akkor babakéket veszek, és nem királykéket. Úgyhogy bocs, Rimmel, de ez nem jött be nekem. Hát ennyi lett volna szerintem a mostani kedvences videó, az első. Elvesztettem a kedvences füzességemet is, és remélem tetszett, amit mutattam, remélem, hogy ez segített nektek a vásárlásban, a tudatos vásárlásban, és remélem, hogy legközelebb is velem tartottak. Sziasztok!